Sokan megkérdezik, hogy hogyan dolgozunk, miből áll egy oknyomozó újságíró munkája. Hát az én munkám jelentős részét azt teszi ki, hogy e-maileket írok különböző hivataloknak vagy köztisztviselőknek, akik nem válaszolnak a leveimre. Egy alkalommal nagyon megörültem, amikor levelet kaptam a rendőrségtől, hogy tanúként fognak kihallgatni egy ügyben. Amikor a rendőrségre odaérkeztem, és a Covid miatt egy tornaterembe vezettek, a távolságtartás szükséges volt, közölték velem, hogy nem a mi általunk feltárt ügyben nyomoznak, hanem Mészáros Lőrinc kérésére ellenünk nyomoznak, mivel drónfelvételeket készítettünk az ő birtokán parkoló tankokról. A választások óta sokat gondolkodtam én is azon, hogy hogyan kellene nekem személyesen is másképp végeznem a munkám ahhoz, hogy nagyobb, több következménye legyen azoknak a cikkeknek, amiket írunk. És volt olyan pont, amikor azt gondoltam, hogy talán nem is érdemes ezt folytatni, hiszen nincsen hatása. Hogy 300 millió forintot kaptak iskolák, ami nagyon sok pénz, hogy hozzanak egy ilyen fizika-kémia labort létre. És találtam egy hölgyet, aki tankerületi vezető volt, és elmesélte nekem telefonon azt, hogy ez hogy ment, és hogy olyan lelkesek voltak, hajnalban keltek, hogy beérjenek a klikbe, hogy közösen megtervezzék a programot, és nem tudom, és akkor kiderült egy idő után, hogy hát a baráti cégek kapják majd a megbízásokat. És írt még egy e-mailt nekem, hogy amiben leírta, hogy miért ilyen keserű, hogy nem tudom, 40 éve pedagógus, meg tankerületi vezető, meg minden volt, és nagyon keveset keres, és szinte értelmetlennek látja a munkáját, mégis bemegy minden nap, mert hogy ott a tanteremben a gyerekekkel újra látja az értelmét ennek, és hogy nagyon sok ilyen tisztességes emberrel találkoztam, akik miatt érdemes folytatni.